És tisztelt miniszterelnök úr, engedje meg, hogy ma én is mutassak önnek valamit, nem lesz vulgáris. Ez az olimpiai aranyérmem. És ön, mint sportszerető, magyar ember, értékelik azt a teljesítményt, ami egy ilyen siker eléréséhez vezet. A magyar emberek büszkék a teljesítményünkre, felnéznek ránk, és anyagilag is megbecsülnek minket az életjáradékkal. Köszönet ezért nekik. És miniszterelnök úr, most azonban ezt a megbecsülést rombolja az ön volt pártársa. A keresztény szabadságot sajátosan értelmező Borkai Zsolt luxusjaktos orgiájával méltatlan egy polgármesterhez, méltatlan egy családapához, és most tessék figyelni, méltatlan egy olimpiai bajnokhoz is. Ez egy szégyen. És ezzel a cselekedetével rombolja az olimpikonok társadalmi megítélését. Az életjáradékából gyakorlatilag finanszírozza az erkölcstelen életét. És képviselőtársaim, nem utolsó sorban ez az ember, mint a Magyar Olimpiai Bizottság volt elnöke, felbecsületetlen károkat okoz az olimpiai mozgalomnak is. Tisztelettel kérdezem ezért a miniszterelnök urat, és nagyon kérem, hogy ne csak nekem válaszoljon, hanem a most joggal felháborodott sportolóknak és sportszerető magyar embereknek. Mit fog tenni az olimpikonjaink Borkai Zsolt által most megtépázott tekintélyének megóvása érdekében? Ön szerint a társadalom megvetését kiváltó, gusztustalan és erkölcstelen magatartást tanúsító olimpikon méltó az életjáradékra? Várjuk őszinte válaszát. Köszönjük szépen. Válaszadásra megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Tisztelt képviselőtársam, köszönöm szépen, hogy ezt a kérdést a maga élességében felvetette. Szeretném világossá tenni, úgyhogy mindenki hallja. Beteg dolognak tartom, hogyha valaki a saját maga készít, a jelenlévőkkel készített felvételt a saját maga szexuális életéről. Ez egy beteg dolog. Másfelől azt gondolom, hogy mindenkinek azt a döntést kell meghozni, ami rá tartozik. Először is a Fidesznek azt a döntést kellett meghoznia, hogy mit tesz ebben a helyzetben, és világossá tettük, hogy az útjaink elváltak. Ezek után a Győr városa polgárai következnek, akiknek meg kell hozni, ezt meg is hozták a maguk döntését. A Győrre vonatkozó döntést a győrieknek kell meghozni. Az olimpikonokra vonatkozó döntést pedig a Magyar Olimpiai Bizottságnak kell meghoznia, forduljon oda, várom az előterjesztésüket. Köszönöm, miniszterelnök úr. Viszont válaszra megadom a szót képviselő úrnak. Miniszterelnök úr, köszönöm szépen, hogy ön is hasonlóképpen dolgozik. Egyetértünk abban, hogy ez elfogadhatatlan, amit Borkai Zsolt csinált. És akkor élve gyakorlatilag a felkérésével, a mai napon benyújtottam egy törvénymódosító javaslatot, ami arra vonatkozik, hogy a Borkai Zsolthoz hasonló, gyakorlatilag elfogadhatatlan magatartású olimpikonok a jövőben a Magyar Olimpiai Bizottság etikai bizottsága elé kerüljenek, és ez a bizottság dönthessen az olimpiai járadék megvonásáról is akár. Miniszterelnök úr, és egyébként képviselőtársaim, ha önöknek fontos az olimpikonok tekintélye, azoknak a megvédése, többek között Szabó Tünde és az enyém, akkor legyenek kedvesek csatlakozni ehhez a javaslathoz, támogassák azt, mert úgy gondolom, hogy világossá kell tenni, hogy nálunk ilyen dolgok nem fordulhatnak elő. Mindennek van határa. Egy olimpiai bajnok nem mehet le kutyába. Viszont válasz megilleti a miniszterelnök úr. Megismétlem tehát, amit kértem. Lehet bonyolult törvényalkotási eljárásokat indítani. A következő kéréssel fordulok önhöz. Indítványát vigye el a Magyar Olimpiai Bizottsághoz. Kérjen állásfoglalást. Az Olimpiai Bizottság pedig tegye meg a javaslatát, és azt a javaslatot mi meg fogjuk fontolni, és nagy valószínűséggel támogatni is fogjuk. Az olimpikonok becsületéért legtöbbet az olimpikonok tehetnek. Köszönöm szépen!